Hasonló tünetekkel jár a légúti allergia és a koronavírusos megbetegedés, de az allergiát nagyon ritkán kíséri láz, figyelmeztetnek a szakemberek. A koratavasszal virágzó fák pollenjei már megtalálhatók a levegőben, és sokaknál panaszokat is okoznak. A mostani helyzetben különösen fontossá vált, hogy be tudjuk azonosítani szervezetünk reakcióit. Az enyhe és a korábban érkező tavasz miatt több növény is növekedésnek indult. Így már a pollen veszélyeztetettség első szakaszában vagyunk. Emlékeztetett Benedek Miklós. A mogyorófa, a tiszafafélék, félék, a nyírek, valamint a juharok hatalmas mennyiségű virágport termelnek, amire sokan érzékenyen reagálnak. Február végén és március-áprilisban indul meg az első etap. Ez a mostani időszakba amióta ilyen az éghajlat, gyakorlatilag hogy így melegszik minden, már megindul, de, megindul decemberben. Tehát nagyon sok ember már, már decemberben vannak ilyen allergiás tünetei a virágpor miatt. És ez, ez azt lát mondani, hogy természetes, nem az emberben van a hiba, hanem az, hogy megváltozott a klíma, és hogy melegebb van, ennek következtében a növények ezt érzik. Ebben az időszakban fokozottabban tapasztalhatunk léguti tüneteket, de a szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeket a reakciókat ne keverjük össze a koronavírus fertőzéssel. A vizes a tüszögés, a torok szemvészkedés, köhögés, ezek a jellemzően a légúti allergiára jellemző tünetek, aztán persze ilyen csalánkiütésszerű tünetek is jelentkezhetnek. A biblia az, hogy most azért a Covidnak is vannak ugyanilyen jellegű tünetei, tehát egy friss allergiásnál, akinek eddig nem történt allergiavizsgálata, ez okozhat problémát. Mondjuk az allergiát azt nagyon ritkán kíséri láz. A tünetek a házi orvosunk által javasolt szerekkel enyhíthetők, a járványidőszakot követően pedig érdemes lehet egy átfogó allergiavizsgálatot csináltatni.